Ez egy verset elmondani, szerintem az egy nagyon nagy utazás az írott anyagba is, tehát hogy abba belemász, meg a költő személyiségébe is. Mert ha most belegondolsz, hogy az ember próbál egy szerepet, akkor ott megformál valakit. Tehát egy drámaíró leírt egy adott figurát, és akkor azzal valamit kezdesz. De egy versnél mégiscsak a költő üzenetét közvetíted, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, tehát hogy valahogy abba kell így beleérezni, vagy beleállni. És azt szerintem állati izgalmas. Az nagyon izgalmas feladat. Egy ilyen kicsit ilyen forradalmi hangulatú a vers volt. A másik az egy levélrészlet volt, amit az aranya Vol Jankának, aztán utána unokahúgának írt. Ami azért volt érdekes, mert abból kiderült, hogy ilyen tök infantilis humora volt az Arany Jánosnak. Tehát azt gondoljuk róla, hogy egy ilyen nagy filosz volt, ilyen visszafogottan elmerengett a világ dolgain, és abból kiderül, hogy teljesen, hogy mondjam, hát ez nyilván szeretett ökörködni, vagy nagyon szerette a humort, és hát abszolút ilyen infantilis oldalát mutatta meg. Kamaszkoromban én abszolút József Attila fan voltam, tehát hogy én megőrültem József Attiláért. Aztán utána volt egy váltás, akkor volt egy ilyen vörös mániám, amikor elkezdtem ilyen, tudod így ismerkedni így a keleti filozófiákkal, és az ember ezt így megérzi, és akkor vannak ilyen korszakok az életében az embernek, amikor így találkozik egy költővel. Vagy valószínűleg, hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy belső érése az embernek, vagy nem tudom is lehet, hogy egyszer csak eljutok oda, hogy aranyköteteket olvasgassak. Én mondjuk azt látom, hogy tehát nekem van egy 13 éves lányom, és ők például nagyon sokat olvasnak. És nekem ez tök megnyugtató, hogy igenis ez a generáció olvas, és most nyilván ő 13, tehát lassan majd itt szépen át fogom vezetni a regényekből így a verses kötetek felé, szóval szerintem egyáltalán nem olyan reménytelen ez a dolog, mint ahogyan ezt így temetjük, ezt a kultúrkört, mert ugye szerintem ez abszolút élő. Én úgy nőttem föl, hogy nekem az anyukám minden elalvás előtt verseket olvasott. És valahogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy pici gyerekkorban az ember találkozzon versekkel, mert a ritmus, a játék, az asszociációkészség, tehát nagyon-nagyon sok minden fejleszthető ezzel, úgyhogy én ebből kaptam egy jó nagy dózist.